Jó estét kívánok, ez a híradó itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban 2015. január 21-én, szerdán este 7 órakor. Főbb híreink először röviden. Meghaladta a betegek száma a járvány határértékét. Már a Mosonmagyaróvári járást is elérte az influenza. Praktikussági szempontok befolyásolja a külföldi vásárlók számát az árfolyam ingadozás. Múlt, jelen, jövő hármasa. Eredmények és tervek az Óvári Gazdászok Szövetségében. Az ANTS harmadik heti statisztikai adatai alapján már Győr-Moson-Sopron megyében is megjelent az influenza járvány. Idén közel két héttel korábban tört ki a fertőző betegség megyénkben az előző év hasonló időszakához képest. A Mosonmagyaróvári járás területén egyelőre a 14 év felettiek betegednek meg. Az influenza figyelőszolgálatban résztvevő praxisok területén megyénkben 13.342 fő fordult orvoshoz a harmadik héten, közülük 234 főnél, tehát a betegek 1,72%-ánál jelentkeztek influenza-szerű tünetek. Az ANTS Mosonmagyaróvári járási intézetének illetékességi területének mutatói meghaladták a megyei átlagot, mondta Bogdán Piroska járási tiszti főorvos. Elmondható az elmúlt hét adatainak megfelelően, hogy a Mosonmagyaróvári Járási Intézet illetékességi területén most már van influenza járvány. Az influenza-szerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma jelentősen emelkedett az elmúlt hét folyamán. Ez mintegy másfélszeres emelkedést mutat. Tehát jelenleg területünkön mérsékelt intenzitású influenza járványról beszélhetünk. Jellemzően a betegek zöme a 14 év feletti korosztályból került ki. Ez az ábra az influenza megbetegedéssel orvoshoz fordulók számát mutatja megyénkben. A zöld az előző évi statisztikát mutatja, míg a piros már a 2014-2015-ös időszakot ábrázolja. Ez alapján elmondható, hogy mintegy két héttel korábban tört ki járásunk területén a járvány az előző év hasonló időszakához képest. A védőoltást azonban még most sem késő beadni, hangsúlyozta a járási tiszti főorvos. Természetesen mindenkinél célszerű, hiszen egyrészt elkerülhetjük a betegséget, amennyiben mégsem sikerül elkerülni azt, a klinikai tünetek jelentősen enyhébben mutatkozhatnak ennek következtében. A védettség kialakulásához 8-10 nap, két hét szükséges. Egyelőre a 14 év felettieket érinti a fertőzés, ám az influenza a gyermekekre is veszélyes lehet. A legáltalánosabb tünet magas láz, rossz közérzet, végtagfájdalom, torokfájás, köhögés, torokszárasság, tulajdonképpen ezek. Általában a hirtelen kezdődő magas láz, ami, és rossz közérzet, ami az influenzának, meg a torokfájás, ami a tünete. A gyermekekre kissé másképp hat a betegség, hamarabb meggyógyulnak, mint a felnőttek. A védőoltást nekik is lehet igényelni. Ez a krónikus betegségben szenvedő gyermekeknél ingyenes. A múlt héten jelentősen csökkent a forint értéke. 325 forint volt egy euró. Az árfolyam változás Mosonmagyaróvárt is érinti, hiszen a határ közelsége miatt sok külföldi vásárol városunkban. Egyes helyi üzletekben érezhető a forint értékének csökkenése, ebben a belvárosi étteremben azonban múlt héten átlagos volt a határon túlról érkező vendégek száma. Az étterem vezetője elmondta, többnyire mosonmagyaróvári fogyasztóik vannak. Nálunk a kávéházban igazán ennek nem érezzük a hatását, ugyanis szerencsére elég nagy az átmenő forgalom, nagy a turizmus itt ezen az utcán, a Jókai utca környékén, Magyar utca környékén, tehát nekünk azért rendszeresen vannak osztrák és szlovák vendégeink, és hát annak örülünk, hogy leginkább nálunk a magyar vendég, illetve a mosonmagyaróvári vendég a jellemző a kávéházban. Külföldi turisták inkább nyáron érkeznek ide, de a forint értéke nem befolyásolja látogatásukat, így az üzletvezető nem követi jelentősen az árfolyam ingadozást. Annyiból igen, hogy azért a reggeleket úgy készítjük elő, hogy zökkenőmentesen zajlódjon az ebéd, főleg akkor, amikor arra számítunk, hogy most sokan vannak, tehát ilyenkor az osztrák ünnepeket figyelembe kell venni, meg hát igen, ilyet is, hogy most aztán egy nagy hullámba jönnek a bevásárlók. Ebben a cipőboltban viszont folyamatosan figyelemmel kísérik az árfolyam alakulását, mondja a bolt tulajdonosa, aki hozzátette, nekik az árubeszerzés miatt is fontos figyelni az euró értékét. Most, hogy így az euró változott,
sok a szlovák vásárló, de nem egyértelműen Szlovákiából érkeznek, Pozsonyból, hanem kialakult egy törzsvásárlói körünk már, akik azokból állnak, azokból a szlovák vásárlókból, akik itt települtek le. Rajkán, Dunakilitén, Bezenyén és Papréten. A határ közelsége miatt vannak napszakok, amikor szinte több a külföldi járókelő az utcán, mint a magyar. Nagyon gyakran járok ide, úgy hiszem körülbelül 8 éve, pedikűröztetni szoktam, és fogorvoshoz is idejövök. Az emberek kedvesek, ez kedvező nekünk. Ha itt vagyunk, mindig eszünk is. 4-5-en érkezünk mindig barátokkal, hogy legyen egy szép napunk, aztán délután 5 körül már indulunk is haza. Mondja ez a férfi, aki Bécsből jár át Mosonmagyaróvárra. Január 21-én délután 1 órakor 315 forint volt az euró értéke. Az euró árfolyama mellett az is fontos, hogy megfelelő színvonalú szolgáltatásokkal és kulturált kiszolgálással csábítsák a vásárlókat az üzletek Mosonmagyaróvárra. Az elmúlt évben is számtalan programot szervezett az Óvári Gazdászok Szövetsége. Az emlékek ápolása mellett az egyik legfontosabb feladat a végzett hallgatók közötti kapcsolatok fenntartása. Ennek egyik jó lehetősége az Agrárbál, amelyet jövő szombaton rendeznek meg. Kutatjuk és ápoljuk a múltat, szervezzük a jelent és készülünk a jövőre. Így jellemzi az Óvári Gazdász Szövetség elnöke az egyesület tevékenységét. Mozgalmas évet zártak, videós csatornát indítottak, külföldi, például amerikai és olasz vendégeknek mutatták be az egyetemet, de megtartották a hagyományos megemlékezéseket is. Idézi fel 2014 legfontosabb eseményeit az egyesület elnöke és titkára. A lendületünk vitt bennünket, meg a lelkesedésünk, meg igaz ragaszkodásunk az ősi alma máterhez. Én úgy gondolom, hogy mind a megrendezett események sorában, mind a kiadott, nyomtatott formátumú kiadványainkban, mind a szoboravatásainkban, én azt mondom, hogy olyan éveket zártunk, amire jogosan büszkék lehetünk. A szobor megálmodó és egyszemélyes kivitelezője Tenko Antal professzor úr volt, az alkotója pedig Lipovics János, győri szobrászművész. A várkertjében lévő Pantheon 2014-ben Masantal egykori igazgató szobrával gyarapodott. Az emlékezés mellett a közösségépítés az egyik legfontosabb feladata a szövetségnek. A gazdászok így is összetartanak, tehát ahol egyes cégeknél, vagy például tulajdonos vagy vezető pozícióban van egy volt végzett hallgatónk, ők előszeretettel foglalkoztatnak például itt végzett friss diplomás gazdászokat, illetve az élet más területein is megmutatkozik ez, üzleti kapcsolatokba, egyéb területeken. Tehát ez egy működőképes történet, már közel 200 éve. Masantal példáját kívánják követni az óvári gazdászok. Az egykor igazgató olyan milliót teremtett a városban, hogy Bécstől és Pozsonytól vonzotta el az intézménye hallgatókat. A szövetség nem csak a gazdászokat várja az Agrálbálba, hanem minden városlakót invitál. Többen jöttek már a előző két évben is a bálunkra a város nem agráros részéről is. Idén még többet várunk, meg is hirdettük, és meg is hirdetjük a város fele is. Én úgy gondolom, hogy a mai világban, amikor azért elég sok bár rendeződik, mert azért tudjuk, hogy Mosonmagyaróvár jó helyen fekszik, és igényes is, és megvan az a bálozói köre, akik hogy mondjam, a saját bájaikat megrendezik. Én úgy gondolom, hogy ebbe a sorba beleillik a gazdászok bálja Óváron. Rangba megpróbáljuk olyan szintre emelni, hogy a bálozni kívánok itt is megtalálják a helyüket. A 41. Agrárbálon Dollák-Salli Róbert szórakoztatja a közönséget, míg a zenét Futó Gábor és Bertók Klári szolgáltatja. A bál részleteiről a szövetség folyamatosan frissülő honlapján lehet tájékozódni. Minden évben januárban közösen imádkoznak a keresztény egyházak az északi féltekén a keresztények egységéért. Az Ökumenikus Nemzetközi Ima Hét idei mottója Adj innom. Minden nap más templomba várják Mosonmagyaróváron is a híveket, hogy együtt fohászkodjanak az egységért. Január 18-án vasárnap kezdetét vette világszerte az Ökumenikus Ima Hét. Ilyenkor a keresztények egységéért imádkoznak városunkban is. Az Ima Hét alatt minden nap más templomban tartanak ökumenikus istentiszteletet. A Biblia, az mindenki, ez egyformán szól, de mindenkit más-más szó érint meg, más-más cselekedet érint meg.
Én abban hiszek nagyon, hogy elhangzanak olyan szavak, olyan hívó szavak, amelyek kiváltanak egy-egy emberből egy olyan gondolatsort, ami talán elindítja arra az útra, ami a hívő embernek az életét jelenti, jellemzi. Én is református vagyok, és a barátnőm az katolikus, és mind a ketten így azáltal megismertük, hogy ő megismerte, hogy milyen a református vallás, én meg megismertem, hogy milyen a katolikus vallás, megismertem jobban, és ez is jó benne. Az imahét mottója János evangéliumából származik, adj innom. Az örömhírhez kapcsolódva Csáfordi Julianna református lelkész az emberi sérelmekről, az emberi hibákról beszélt a híveknek az óvári katolikus templomban. Az imahét anyagának a szerkesztői a mai napra ennek a beszélgetésnek ezt a talán legkényesebb pontját emelték ki, amikor Jézus az asszony életének talán a legszennyesebb pontját érinti. Kérdezhetnénk, hogy lehet, hogy Jézus ilyen tapintatlan? Nem szeretjük, amikor az életünk fájó, talán általunk is szégyelt pontjait kezdik elpiszkálni. Valami olyan ez, mint amikor a fogorvos a beteg fogra koppint, vagy pedig a sebész oda tapint a beteg pontra. Az ökumenikus istentisztelet végén a különböző felekezetek hívei közösen imádkoztak a világ keresztényeinek egységéért. És bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. Ahogy arról korábbi híradóban beszámoltunk, elfogták a békéscsabai rendőrök azt a férfit, aki egy mosonmagyaróvári lakásból pénzt és egy gépjárművet tulajdonított el. Az autóval egyébként az árokba hajtott. Ez az eset is bizonyítja, hogy városunk közkedvelt célpontja az utazó bűnözésnek. Ezzel együtt a harmadik héten 8 esetben rendelt el nyomozást a mosonmagyaróvári rendőrkapitányság lopás vétsége miatt. Ebből 5-öt tetteneléssel fogtak el az egyenruhások. Örömteli dolog, hogy az elmúlt héten nem történt közúti közlekedési baleset a kapitányság illetékességi területén. 3 akciót hajtottunk végre. Ezek közül az egyik az alapvetően a fiatalkorúak szórakozását volt hivatott ellenőrizni, mégpedig oly módon, hogy kiszolgálják-e a kiskorúakat szeszes itallal különböző szórakozóhelyeken. Ezen túlmenően az elmúlt héten a napi szolgálatellátás során került sor 220 ittasság ellenőrzésre, egy pozitív találat volt, az ittas járművezetővel szemben pedig eljárást kezdeményeztünk. Illegális migránsokat sikerült elfogni az autópálya 172-es kilométer szelvényében mélységi migrációs ellenőrzés során, illetve Hegyeshalom nemzetközi vasútállomáson is. Összességében 47 migráns és 5 embercsempészt került előállításra, illetve elfogásra. Tegnap este nyílt meg Pintér Éva kiállítása a Huszár Gál városi könyvtárban. A festőművész holnap délután veheti át a Mosonmagyaróvár város kultúrájáért díjat. A könyvtárban pedig megtekinthető a tájképeiből és csendéleteiből válogatott tárlata. Sikeresen megérkezett Afrikába Novák Péter és Búrján Tamás. A két mosonmagyaróvári induló január 15-én indult útnak a Budapest-Bamako rallin. Az európai szakaszon több csapatot is kiraboltak, voltak, akik emiatt kényszerültek visszafordulni. A mosonmagyaróvári csapatnak azonban sikeres volt az eddigi útja. Novák Péter tegnap este telefonon értük utol. Hatalmas nagy késést tettünk át Gibraltárból tangerbe. Afrikában nem is tudom, 4 órát, 5 órát késtünk, utána egy hosszadalmas vámvizsgálat következett. Hát mindegyünk utazókat azért félreállítottak, úgyhogy nem nézegettek rendesen, mert megkérdezősködtek. Elindultunk ma, mai nap folyamán Tangerből délnek, Marrakesh irányába, most éppen Casablancában, csúcsforgalomban, arra szedünk előre felé. Egyébként esik az eső, hideg van, méltatlan Afrikához az időjárás. Hatalmas nagy cél, fázunk. Egészségügyileg tök rendben vagyunk. Talán az időjárás az, amelyik egy kicsit keresztül vitte a számításainkat, de néztünk itt is ilyen időjárás jelentést, elvileg holnap után már meleget keveredünk, úgyhogy akkor már a valódi sivatag fog minket körbevenni, ott meg azért nem lesz ilyen csapadékos, legalábbis nem lesz csapadékos, de hideg se. Kedves nézőink, ez volt a híradó itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban. Most a hírháttérben Cigány István lesz a vendégünk, aki 55 éve trombitál a Küne zenekarban. Friss hírekkel holnap este a szokott időben 19 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra!